Kiállítókkal és látogatókkal telt meg a Verbászi központ. A gyerekek számára az arcfestés volt a legérdekesebb, az idősebbeket a kézműves termékek és a finom falatok csábították. Oduševili su me, recimo, dobro sada, što se tiče ovih mađarskih specijaliteta, kolača, to se već zna i langoši i kurtiši, da li sam dobro izgovorila. Többek között Óbecséről, Temerinből és Bács-Fekete-hegyről is érkeztek kiállítók a rendezvényre. Különleges csípős szószok, mustárok, lekvárok, sajtkülönlegességek, valamint édességek is várták a látogatókat. A kiállítók között voltak egészen fiatalok is, akik az otthon elkészített termékeikkel érkeztek. Az összegyűjtött pénzt jótékonysági célra fordítják. Mó domácsi méd, propolis méd, usácsú. Imamo kolače. Ko su pripremali kolače i kakve kolače imate? Imamo vanilice, kolače od kokosa, medenjake. Medenjake je moja mama pripremala, a ovo ostalo su baka i tetka. A Magyar Konyha és Hagyományok elnevezésű fesztiválon nagy üstben rotyogott a gulyás is. Az édes szájú a kedvéért a Szirmai Károly Művelődési Egyesület női tagjai régi hagyományos receptek alapján többfajta süteménnyel is készültek. Átlagban a diós sütik, ugye a zserbótól kezdve az ilyen különböző diós kalácsok, a mákos ugye többféle módon, ami azt illeti, és hát vannak a, most főleg ugye az almás pite, almás rétes, szilvás lepény, meg ilyen dolgok, ami ugye most a szezon időben megy, és akkor ezt próbáltuk meg elkészíteni, hogy meglegyen. A rendezvény célja a hagyományok megőrzése, valamint hogy az itt élő más nemzetiségek is jobban megismerkedjenek a magyar ízekkel és ételekkel. A szorványban élő magyarság számára minden ilyen jellegű megmozdulás nagyon fontos az identitás megőrzése szempontjából, mondta Bogáncs Andriasevics Lívia, szervező. Rengeteg erőfeszítés kell, rengeteg hozzáállás, szóval pozitív beállítottság, mert nagyon-nagyon sok problémánk van minden területen, de hát törekedünk éveken keresztül, úgyhogy szerintem ez a fesztivál a mai napon, ez nekünk egy nagy siker. Magyarságnak is, és az itt lakó magyaroknak is, meg hát az innent elszármazott magyaroknak is szintén. A fesztivált művelődési műsor is színesítette, fellépett a Kulai Népkörtánc csoportja, valamint szavalatok és dalok is gazdagították a programot. A kerti virágok. Még zöld el a nyárfa az ablak előtt.